Pattog. Nem, hogy kavics. Jönnek meg. Se nem kifli, se nem kukac. Simán kufli. Ezt mondogasd. Kufli pattognak, mint egy labda. Ugrálnak, mint egy bolha. Színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony, dagi, és olyan, aki néha csuklik. Heten laknak egy kupacban. Ők a kuflik. A kuflik a föld alatt. Egy napon, május bárhányadika volt, legfeljebb egy-két nappal korábban, Hilda arra ébredt, hogy aznap muszáj hernyótökmagot ültetni. Végre! Sóhajtott Hilda, és gyorsan megkereste Zödönt. Igen ám, csak hogy a hernyótökmagját legalább 20 nyulláb mélyen kell elültetni, ha azt akarjuk, hogy rendesen kifejlődjön. Szia, Zödön! Nem segítenél hernyótökmagot ültetni? Kérdezte Hilda. Dehogy nem. Bólintott Zödön, aki ritkán tudott nemet mondani, ha megkérték valamire. Azzal nekiláttak. Szerintem ássuk ide. Lássuk csak, mondta Zödön, és ásni kezdett. És ásott, és ásott, és ásott. Jaj, mit tettél? Kiáltott le Hilda a gödörbe. A hangra a többi kufli is odasereglett. Mi volt ez? Zödön elülteti a hernyótökmagjaimat, de történt valami oda. Bonjour, te meg ki vagy, kérlek? Kérdezte egy furcsa alak. Zödön vagyok, kufli. Hogy tessék, pardon, hogy kicsoda? Zödön vagyok, kufli. Heten lakunk, kuflik, egy kupacban, odafent a réten. C'est magnifique, sosem hallottam rólatok. Nos, én Kleofárd vagyok, Manó TV. Biccentett az idegen. Mi sem hallottunk a Manó tevékről. Vallotta be Zödön. Hiába, ha húzunk, ingott a fejét Titusz. Le kell mennünk, hogy megnézzük, mi történt odalent. Ki lesz olyan bátor? Nézett körül Valér. Elnézést, elkésem. Szerintem menjünk mindannyian, Zödön bajban van. Leugrunk és kész. Így is tettek. Itt vagyunk, Zödön! Ők még kisodank? Kérdezte csodálkozva a Manó teve. A barátaim. És megmentjük Zödönt! Ugrott oda harciasan Titusz. Ugyan kitől? Valaki akarja bántani? Mi biztosan nem, pedig pont az egyik éles kamrámba esett. Éles kamrámba? Néztek körül csodálkozva a kuflik. Van több is, szerte szét a fenti füvek alatt. Az elhagyatott részre gondolsz? Ki így nevezi, ki úgy, vonta meg a vállát Kleofárd, és egy öreg, rongyosra hajtogatott papírlapot vett elő a zsebéből. No, ez itt a birodalmunk térképe? De jó, még strandatok is van, csodálkozott pofánka. Új, kedvetek van megnézni? Igen! A büfét azért próbálhatjátok ki, egészen jók a süteményeink, mondta Kleofárd. Ez a hír felvillanyozta a kuflikat, elsősorban Zödön. A birodalmatoknak van uralkodója is, fordult Béla bá Manó tevéhez. Még csak az kéne, Legyen tehát Kleofárd. No, mindenünk van. Illiskamránk, strandunk, csúsztánk, ruglipályánk. Mi szükségünk volna még egy uralkodóra is. Kuglit ma mondtál? Kérdezett közben Fityilt. Ruglit? Hát hasonlít a kuglira, csak épp rugni kell a golyókat, nem dobni. Próbáljátok ki ti is. A Kufliknak nem kellett kétszer mondani. A ruglibábuknak Kufli alakja van. Állapította meg Titusz. Lehet, hogy pont fordítva, mondta meg a vállát Kleofárd. Juhé! Ekkor Valér véletlenül fejbe találta Hildát egy rugli golyóval. Jaj, a tökmagok, folytatnunk kell az ültetést. No, csak óvatosan, mondta a manóteve, és Hilda kezébe nyomta a térképet. Ebből mindig tudni fogjátok, hol eshatok biztonsággal. Na jó, de hogyan jutunk vissza a rétre? Gyökerlifttel, mutatott egy ajtóra Kleofárd. Mindent köszönünk! Ugyan, bármikor jöhettek strandolni hozzánk, vagy akármi. Hát ez különös kirándulás volt, mondta Titusz. Azt hiszem, megérkeztünk. Hú, végre! Még pont van időnk elültetni a hernyótök magokat. Ebben egészen biztos vagy. Hilda válasz helyett elővette a manóteve térképét. Mi azt hiszem, addig hazamegyünk. A Kuflik gyorsan búcsút vettek, hát Hildáéktól is elindultak. Zödön is mondani akart valamit, de hogy mit, azt már senki sem tudta meg. Ilyen még nem volt. Az összes sütemény elfogyott,